Én egy nagyon normális csávó szeretnék lenni a főváros élén. Ezt Karácsony Gergely mondta egy konferencián. A főpolgármester türelmet kért azoktól az, ahogy ő fogalmazott, új barátaitól, akik most új ötletekkel keresik. Karácsony Gergely támogatná, ha 2022 előtt előválasztáson dőlne el, hogy ki lesz az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje. Amikor én főpolgármester lettem, másnap 50 ember kért tőlem parkolási engedélyt abba a parkolóba. Tehát, hogy láthatóan ez egy ilyen politikai privilégium az, hogy kinek van parkoló engedély a fővárosban. Szeretném mondani, hogy nem lesz senkinek, mert meg fogjuk szüntetni a parkolót. Így összegezte első tapasztalatait Karácsony Gergely, a Friedrich Ebert Stiftung és a Politikai Kapitál közös konferenciáján. Én megnyertem az előválasztás első és második fordulóját, majd a választási programmal, én azt fogom képviselni, azt fogom végrehajtani, azt kell rajtam számon kérni. Mindenki más, aki eddig, hogy mondjam, nem volt annyira a barátom, meg most hirtelen most jött egy jó ötlete, hát az egy legalább egy kicsit várjon, míg megnézzük, hogy ezek az ötletek egyébként jók vagy rosszak, mert nekem voltak ötleteim, ezeket megbeszéltem a budapesti emberekkel, és azt mondták, hogy nekik ez kell, én most ezt fogom érhajtani, milyen egyszerű. Az új főpolgármester szerint ugyan sokan egy Orbán ellenes népszavazásként fogták fel az önkormányzati voksolást, ám neki kizárólag Budapest érdekében kell eljárnia. Én egy nagyon normális csávó szeretnék lenni a főváros élén is, akinek az a dolga, hogy mindenkivel, akiben meg lehet látni a partnert, keresse ezt, és hogyha ezt nem találta meg, akkor azt mondja el a budapesti embereknek, hogy hát ez bizony nem sikerült. Őrsi Gergely második kerületi polgármester szerint az önkormányzati politikának elsősorban a helyben élő képviselete a feladata. De most egy nagy lehetőség kínálkozik arra, hogy alternatívát nyújtson az ellenzék az országos hatalommal szemben. Ferencváros új polgármestere a parkolási visszaélések visszaszorításában reménykedik. Megváltozott a légkör ebben az ügyben, és hogy kaphat akár a főváros ehhez is kormányzati, ha nem is támogatást, de beleegyezést, hogy el fogják engedni azokat a pártokhoz kötődő oligarchákat, akik ebből a pénzt most már 30 éve lopják. A 11. kerület új vezetője László Imre szerint az önkormányzatoknak azokat az embereket kell képviselni, akik megválasztották őket, nem pedig egy pártközpont csápjaként kell működniük. Piku András józsefváros polgármestere nem számít békés 5 évre, mert mint fogalmazott, ő a NER szívcsakrájában nyert, méghozzá Kocsis Mátéval súlyosbítva. Mi egy részvételi jellegű működésű önkormányzatot fogunk majd vinni. Gyakorlatilag minden olyan kommunikációs felület az ünnepektől kezdve a költségvetésig, az újságig ennek lesz alárendelve. Folyamatosan az emberek között leszünk, erre van szükség. Karácsony Gergely a konferencián egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy az ellenzék következő miniszterelnök jelöltjének is egy előválasztáson kellene majd megmérettetnie magát.